A miniszterelnök jelöltségre azt már elmondtam, hogy igen, volt ilyen gondolat, ő gondolkozott bennem, de én hamar azt elmondtam, hogy nem, én szombathelyi polgármester szeretnék lenni. Így is eléggé rossz helyzetben van morálisan az ország. És ez valószínűleg annak is köszönhető többek között, hogy a politikusok nagyon rossz példát mutatnak. Mondjuk valamihol nem olyan eredmény jön ki, mint az ember szeretné, Karácsony Gergelyre gondolok, akkor is az embernek utána tenni kell a dolgát, mert ezek a játékszabályok. Hogy a francba lehetett, hogy ennyi ideig nem derült ki, hogy neki nincs diplomája? Nagyobb baj is lehetett volna, hogyha ez nem most derül ki, és mondjuk akkor derül ki egy ilyen, amikor már nincsen lehetőségünk változtatni, akkor ez egy komoly baj, és szerintem ez egy nagy figyelmeztetés a teljes ellenzéki oldalnak, hogy mindenki nézze meg a saját jelöltjeit, hogy tökéletesen rendben vannak-e. Nemrégen láttam egy interjút a pártelnökkel, ugye Kovács Gergővel, és egy mondatával nem tudtam vitatkozni.